Na ugye zakatol a szív, lezakatol a szív, a kérdeted magad. Úgy nevetsz és úgy szeretsz, hogy szégyelled magad. Ajajajajajaj, de ugye nincsen semmi baj. Fekete rózsa táncol a kis kertembe, de jakból lesz a baj. A két szemedbe, de jabból lesz a baj. Ha ugye zakatol a szív, de zakatol a szív, ha megadod magad. Kiváló tehetségeket láttunk, és azt gondolom, hogy az is a célja jelenleg ennek a tehetségkutatónak, amit Szarka Tamás költő-zeneszerző elindított, hogy fejleljük azokat a kis kincseket, akik a színpad jövő reménységei lehetnek. Úgy indult, hogy Szarka Tamás megkeresett engem az irodámba, és az Est Hajnal új produkciójával, aminek a lemezbemutatója lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpad, nagyon sokat beszélgettünk róla. És megértettem, amikor már több egy alkalommal visszatért annak a problémája, hogy nem feltétlenül találtuk meg azt a szereplőt, aki autentikusan a darabnak a történetéhez, a darabnak a hangulatához ma jelen pillanatban ismert színész lenne, művész lenne, előadó lenne, énekes lenne. Tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele, és valószínűleg, hogy innen pattant ki az ötlet Tamás fejében, hogy indítsunk el egy olyan lehetőséget, adjunk, nyitsunk meg egy olyan utat, ahol reményeink szerint meg fogjuk találni a darabnak is, de majd a jövő színpadára megtaláljuk azokat a fiatalokat, akik majd átvertik a stafétabotot, akár tőle is. Azok az előadások, amik érkeznek hozzám, főleg tekintettel a mostani előadásra is, ezek az előadások számomra nagyon fontosak, szinte úgy érzem, mintha az enyém lenne. És sokunké lesz majd valamikor, amikor ez összeáll, és ott a közönség előtt valami csoda megszületik, mert mindig csoda születik, amikor egy művész gondolata, az ötlete, az elképzelése, a szíve és a lelke találkozik, és ezt olyan formába tudja önteni abba a másfél-két órába, amiben magával tudja ragadni a közönséget, és ez a pillanat azt gondolom, amiért érdemes színházat vezetni, és ez a pillanat az, amiért érdemes tulajdonképpen lenni, élni. Úgyhogy én a Tamást nagyon-nagyon sokra tartom, főleg azt a szívet, azt a gondoskodást, ami benne van, amivel tényleg példaértékű, most nem nagy szavakat akarok természetesen használni elsősorban, de azt látom, hogy valami olyan elementális elő van benne, ami önmagát is hajtja, és ami mint egy ilyen lámpás az égen, viszi magával az embereket, viszi magával a művészeket. Találtam egy újságcikket, amint azt láthatjátok, és jelentkeztem, hogy megváltoztatom az életemet egy héten. Szerintem fogom jól tudni teljesíteni. És mint szerint kész, alázos gyermek, fúrú humlukát, vagy rossz álunk, a feri azt is, oda bújsz hozzá, olyan jó, jó, jó. Hány perc az ünnep? Ó, mondd, 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 meddig. Lehet, hogy bizonytalan vagy magadban, ettől van ez a druk. De lehet, hogy ma ezt be kéne fejezni, mert tényleg jó vagy. A banána, a kicsi lehet szabadra, a küzdetet is szóljon meg magam. Azért jelentkeztem erre a tehetségkutatóra, mert hogy főként mint nemzetemet, mint romaság megszólította. Ezek a motivumok, ezek a nagyszüleimtől jönnek, mert hogy a nagyszüleim, ők zenész romák, és sokat voltam velük lagzikba, keresztelőkbe, és ezek a kedvenc motivumjaim, amik
amiket így hallhattam tőlük, úgyhogy ezeket így a kedvenceimet így összeraktam egy bookba most. Arra számítottam, hogy itt megismerhetem azon belül nemzeti társaimat, akik ugyanebben a szakmában vannak és zenét folytatnak ők is. Az volt az indítatásom, hogy megmérettessem magam ilyen remek zenészekkel, ahogy itt láthattam, de elsősorban ezt a Gandhi gimnáziumnak köszönhetem, hogy itt lehetek, hiszen ők ajánlották ezt a versenyt. Tényleg ez a megmérettetés, hogy hol is vagyok igazából a lagodétrán. Azért jelentkeztem ebbe a versenybe, mert szerettem volna kipróbálni a tehetségemet, meg szerettem volna találkozni nagyon sok versenyzővel, hogy tapasztalatot gyűjtsek, és új emberekkel ismerkedjek meg. Bubánat, bubánat. De ha megfoghatnád, inspirált a nyeremény, meg hogy milyen emberekkel találkozhatok, meg Szarkatom itt nagyon szeretem, és nagyon felnézek rá. Tulajdonképpen ez már professzionális rég, amit csinálsz. Külön nagyon szépen köszönöm, hogy a kedves társad megmutatta a csodálatos hegedű muzsikáját is. 4 gyereket kísértem most el az iskolánkban, tehát a néptánc oktatás az alapszint, illetve ők 4 ebből is kiemelkedtek. S úgy nevet, és úgy szeretsz, hogy a szégyellet magam. Egészen kiváló tehetségeket fedeztünk föl a csapatoknál és az egyénieknél, énekben, táncban, úgyhogy én nagyon-nagyon föl voltam dobva, és a zsűritársaim is, úgyhogy egymást buzdítottuk, hogy ilyen jó helyen még nem voltunk. Én nekem régóta szívügyem a romákkal való foglalatoskodás, hosszú-hosszú ideje készítettem műsorokat és filmeket a roma kultúráról, roma művészekről, meg egyéb kisebbségi dokumentumfilmeket, ez az egyik. Tehát én nagyon-nagyon tisztelem őket, szeretem őket, és minden erőmmel, mint média munkás próbálom támogatni az ő művészetüket, elismertségüket. Ez az egyik, a másik meg, hogy Tamással is régóta dolgozom, úgyhogy amikor ő elmesélte még jó pár évvel ezelőtt, hogy ezt tervezte, láttam a darabját, amit Pozsonyba írt, a cigánytábor az égbe megy, de tudom, hogy önnek ír, ez nagyon megy, ez a műfaj, hozzá közel áll, nagyon jól csinálja, meghallgattam a lemez anyagát, úgyhogy innentől kezdve én tőlem bármit kérhetett. Úgyhogy ez a két dolog összeszaladt, hogy tisztelem a roma kultúrát, támogatom a roma kultúrát, és Tamás művészete, amit meg nagyon-nagyon szeretek, és nagyon-nagyon magas szintűnek tartom ezt, amire ő készül, és hogy ezt ők kitalálták Csikmák Mónikával, hogy ezt egy tehetségkutatóval összefűzik a darab bemutatóját, hát nagyon-nagyon örültem neki, úgyhogy boldogan vagyok itt velük. Szeretem a táncot, táncos vagyok, élvezem, hogy táncol. Egy önérzés volt bennem, hogy izgultam előre, hogy lássuk, mi lesz ebből. Na,
nagyon sokoldalúnak és sok színűnek láttam a mai fellépőket, illetve azt gondolom, hogy Európának minden színét meg kell mutatni, mindenkinek látnia kell ezeket, illetve olyan tehetségeket tudtunk felfedezni ezzel az alkalommal, amit amúgy csak otthonról nem jönne össze. Én nagyon örvendek, hogy a Kárpát-medencéből ennyi tehetséges fiatal eljött ide. Fontosnak látom azt, hogy minél több szint képviselni és megmerítkezni ezekben a mélységekben, mert úgy gondolom, hogy minél több kultúrával találkozik az ember, annál többet tudhat meg akár saját magáról is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképp itt volt ma a helyen. Örökzít a nevezeti igazgyöngyös tanár, illetve mentor a kisfiúnak, Sebastiannak. Ő jelöltette Sebastiant, és ezáltal vagyunk itt, illetve egy zenetanár segít neki. Hetente egyszer jár ki egy zenetanár hozzá, Lakatos Imre nevezett, egy fiatalember, ő is tanította ezeket a zenéket. Sebastian, remek. És ugye együtt a kettőt? De tényleg már nagyon sokan örülnének, ha úgy tudnának gitározni, mint te. Ugye? De akkor még éneke is nincs hozzá. De ne hagyd abba, addig biztos ne hagyd abba, és aztán már biztos, hogy nem fogod abba hagyni, csak halkan súgom meg. Nem fogod abba hagyni, mert szereted, imádod. 2016-ban kezdtük el a tevékenységet a Gyerekekkel Egyesület formájában, és hát szeretnénk, hogyha egy ilyen magasrangú művész úr legyen tudnánk dolgozni, mint a Szarka Tamás, és azt gondoljuk, hogy a gyerekekben van tehetség. Köszönjük! Igazából kicsit az első alkalom kicsit félve ment. Kicsit félt mindenki, hogy na, akkor most egy ilyen ember előtt mi az, amit le tudunk tenni az asztalra. Nekem ikreim vannak, akik most 7 évesek. A Blanka, aki énekelni fog, ő 2 éves kora óta énekel igazából, és 5 éves kora óta már gitározik. És amikor ugye láttam ezt a felhívást, akkor nagyon jó alkalomnak gondoltam arra, hogy egyrészt ő is megérettesse saját magát ezzel kapcsolatban, másrészt meg, hogyha egy ilyen közös produkció van, akkor milyen jó, hogyha a palánya fog egy színpadon ilyen magas szintű rendezvényen szerepelni. Úgyhogy ez volt bennünk, tehát egy ilyen vizsgadruk volt, egy egészséges vizsgadruk. Mózsa táncol a kis kertembe, abból lesz a baj. Jaj, 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 jaj. Na ugye nincsen semmi baj, mikor a könnyek kéknek a két szemem. Abból lesz a baj. Valaminek az elején van a Blanka, és én azt gondolom, hogy ez a nagyon jó alkalom arra, hogy láthassák az emberek, és ő is érezze azt, hogy ilyen kis dolognak is milyen nagy súlya van. Ezt a sűrű erdőt járom én, ezt a barna kislány párom én, ez a barna kislány Viola, én vagyok a vigasz tanúja. Csupa zene volt. Gyere vélem az állomásra. Készül egy nagy volumenű színházi produkció 2023-ban. Ennek a zenéje lemezre kerül a Hetekben, és bemutatjuk, lemez bemutatója lesz ennek idén 22. augusztus 19-én a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Nyilván ez egy cigány zenei érzésre komponált muzsika, mert egyébként ez írott muzsika, de én már régóta szerelmes vagyok ebbe a kőkemény, ösztönszerű muzsikába. De szállást a gyar!
Csácsi Borbá Savalé, ajadok neki szállás, de a lovának szél, szénát jár. A zenének azon ezen képviselői, akik ezt ösztönszerűen ma is zsigerből, a vérükből, ezek a csiszolatlan gyémántok ezt művelik saját, elsősorban saját szórakozásukra és mások szórakozására is. Nem, hogy kutya kötelességem ezt felmutatni, hanem élvezet. Ez gyönyörűség felmutatni ezeket az embereket, úgyhogy megszólítottam őket, csodálatos emberek jöttek, fiatalok, régebb óta fiatalok, hangszeresek, táncosok és énekesek természetesen, és most itt elértünk három forduló, két forduló után elérkeztünk a döntőhöz. Itt pedig bemutathatták a tehetségüket, és meg tudjuk őket mutatni majd ott azon a nagy koncerten, és még egy csomó díjat is kapnak, mert senki nem ment innen el üres kézzel, és ez a célja ennek, hogy ennek a zenének ezen képviselői valahogy jelenjenek meg velünk együtt. Úgy gondoltam, hogy a lehetőség az mindig az életem része. Amit megadott Isten tehetséget, talentumot úgymond, úgy gondoltam, hogy azt kamasztot adni kell, nem pedig elásni. Szeretném nyilván megismerni a világot, úgymond. Szalka Tamásról nem csak most hallottam, hanem már régebb óta, és úgy gondoltam, hogy nagyon lehetőség ez számomra. Legfontosabb az, hogy a zenei rész, a zenei vonal, ami úgy, ahogy mondta Szalka Tamás is, hogy van bennünk bőven, nem egy vonóval, akkor azt úgy gondoltam, hogy azt ki kell használni. De én nagyon szeretném, hogyha elmenni stúdióba egy lemezni anyagot a fölénekelni, csak ennyit, ha semmi másért, csak nekem. Nyilván akkor, tehát ezt most így szóbali ígéret is olyan, mint a szerződés, tudod? El vagyok képedve, és el vagyok képedve. És utoljára én az Andodromnál láttam ilyen hitelességet, mint nálad. Úgyhogy reggelig hallgatnálok. A zenekarunknak a neve a Térnicsér helye, és igazából azért jelentkeztünk, mert fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjenek minket, ezáltal a rendezvény által azért ez egy nagyobb vonumelű rendezvény, és mi is szeretnénk majd a Margit-szigeti szabadtéri színpadon játszani. Szépen köszönjük! Egy nagyobb mérföldkő az életünkben, hogy szerepelhetünk ebben a rendezvényen.